Na helló! Tegnap voltam fogorvosnál, itt kiszedte a bal oldalon a ínyem alól baktériumokat. Nem fáj valami csoda folytán, csak még egy kicsit érzékeny. Nem tudom, hogy tudok artikulálni. Itt a háttérben alakul közben a könyvespolc. Hát igen, amikor egy mérnök informatikus rendezi be, akkor kicsit struktúráltabban néz ki, mint hogy én baszok ide. Cseszek mindent, ugye, világítók, gömbök, fiszfasz, biznasz, hülyeség, női dolgok. Nu! Szóval tegnap kiírtam ezt a posztot, hogyha a rossz gyerekkorod volt, akkor ezt tett ki a hűtőre, és hát sajnos elég sokan megborultak erről, mármint nekem nem feltett szándékom nyilván senkit bántani, vagy újra traumatizálni, és hogy hát nagyon sokaknak, sokunknak volt szörnyű gyerekkora, tehát nekem azért messze nem volt annyira szörnyű gyerekkorom, most már van viszonyítási alapom így az elmúlt években, de azért vannak hardcore sztorik, amiket hallok, tényleg nagyon sok bántalmazás, úgyhogy hát lehet keresni pszichológust, pszichoterapeutát, pszichiátert, bárki, aki nektek szimpatikus, illetve meg lehet keresni Tündérhegyet, Thalassza-házat, vannak ingyenes intézmények, tehát hogy ott van a net, üssétek be nyugodtan, és keressetek bárkit, akivel működik köztetek a kémia, vannak olyan helyek, ahova ugyan be lehet feküdni, és ott van nagyon sok terápia reggeltől estig, a Thalasszában is van terápia, a Tündérhegyen is van, ez egy pszichoszomatikus osztály, tehát vannak helyek, térítésmentesek, fizetősek, mindenfélék az ország különböző pontjai, nem azt mondom, hogy sok van, meg nincs várólista, de hogy tudtok kérni segítséget, meg hát van rengeteg jó, nem jó pszichológus, segítő. Gyerekkorral kapcsolatban azért érdemes olyan emberhez menni, akinek van tapasztalata, tehát először nézzétek meg a weboldalát, milyen még végzettsége van, hány száz óra önismereti munkája van, mivel foglalkozik, foglalkozik-e gyerekkorral, traumafeldolgozással, ilyesmivel. Vannak pszichológusok, akik nem foglalkoznak múlttal, az is tök oké. De hogy azért mondom mindig a pszichoterápiát, itt ez egy kicsit mélyebb izmokat mozgat meg. Pszichoterapeutából valószínűleg kicsit kevesebb van, mint coachból, pszichológusból, kineziológusból, de nem baj, tehát jelentkezzetek be, keresetek egy szimpatikus pszichoterapeutát, vagy ha nagyon rottyon vagytok, akkor meg lehet támogatni pszichiáterrel, átmenetileg gyógyszerrel, nem kell tőle félni, ha jól van beállítva, a gyógyszer segít, ha rosszul, akkor az maga a pokol, de ha jól van beállítva, akkor tud segíteni, és akkor el lehet indulni az önismereti úton. Van pszichodráma csoport, van bodywork, van meditáció, jóga, tehát tényleg 2024-ben a csapból is önismeret folyik, hadd ne ismételjem már. Jó van? De mindenkinek legyen egy segítője, legalább egy. No, mai téma, olyan fáj a pofámmal. Nem fáj, csak így beszélek és érzékeny. Tehát a mai téma a tegnapi folytatása, mert arra gondoltam, hogy ezt nem lehet csak így ennyibe hagyni, hogy én itt kiposztolom ezeket a teátrális mondatokat. Nyilván nem fog változást hozni, ha kirakod a hűtőre, tehát én ebben nem hiszek ebbe a módszerbe, hogy írt ki a tükörre, hogy szeretem magam, és attól az ember szeretni fogja magát, mert nyilván a traumafeldolgozás nem így működik, hogy a Biari Viki írt egy Facebook posztot, és akkor megtörtént a traumafeldolgozás, tehát azért egy több éves, jó esetben, nem tudom, több száz órás mély meló. De összeírtam még néhány mondatot, hát ha segít, amiket mi beszoptunk gyerekkorunkban. Ugye egy klasszikus bántalmazó családban, most nem megyek bele az összes formájába, tényleg általánosítok, ott a fizikai, a gazdasági, a szexuális bántalmazás mellett, érzelmi bántalmazás mellett, ugye van verbális bántalmazás, ami azt jelenti, hogy csúnya dolgokat hallunk a szülőktől. És akkor ebből összeírtam most itt délután néhányat, hogy kicsit rávilágítsak arra, hogy gyerekként mennyire átbasztak minket a palánkon a beteg és sérült, kezeletlen pszichiátriai beteg szüleink. Na, indítsuk az első, ez a miattad váltunk el. Ez soha semmilyen körülmények közt nem lehet egy igaz mondás. Tehát ott van, nem tudom, a 2-3-4-5-6-10 éves gyerek, és hogy miattad váltunk el, tehát hogy de ilyen nincsen, tehát ez a válás az két felnőtt embernek a döntése, rengeteg oka lehet annak, hogy két felnőtt ember elválik, de az, hogy nem tudom, van egy dackorszakos 3 éves,
vagy egy 8 éves gyerek, vagy tök mindegy hány éves gyerek, és akkor miatta válunk el, mert ugye annak a gyereknek annyira szörnyű természete volt, hogy már nem bírtunk, ez nem egy igaz állítás. Zárójelben megjegyzem, persze van olyan, amikor egy gyerek olyan fogyatékossággal születik, vagy olyan agyi, testi-lelki bármilyen rendellenességgel, ami nehézé teszi az ő ápolását. Ez teljesen érthető, meg tök oké. De most nem erről beszélek, amikor van egy olyan gyerek, akibe tényleg beleszakadnak a szülők, mert kurva nehéz őt ellátni, hanem a nagy átlag, amiről beszélek, apuka, anyuka, és úgymond egészséges, neurotipikus, normális, jelentsen ez ugye bármit is, tehát normális gyerek, tehát nem egy ilyen súlyosan sérült gyerek, nem egy ilyen, nem tudom, brutálisan deviáns, hanem egy tök átlag gyerekről beszélünk, jó? De majd úgyis jönnek a kommentek, hogy jó, de ide. Szóval, hogy miattad váltunk el, azt nem tartom egy igaz állításnak. Ennek az ellentét, hogy miattad nem váltunk el. Ugye hát én szerettem volna elhagyni apádat, de hát te annyira ragaszkodtál apádhoz, meg annyira könyörögtél, hogy nem váltunk el. Tehát eléggé kibaszottú, gusztustalan dolognak tartom, amikor a felnőttek a gyerekekre verik rá a balhét, és a gyerekeken verik el a port, és úgy kezdenek egy mondatot, hogy miattad, ezt ne tessék elhinni, jó? Tehát nem, ez kurvára nem miattad volt. Miattad nem lett újra párkapcsolatom, hát ezért is megtépnék néhány szülőt, csak így erőszakmentesen. Tehát ilyen nincs, hogy miattad nem lett újra párkapcsolatom. Tény, hogy elvált anyukának, elvált apukának nagyon nehéz a társkeresés, ha van egy gyerek, vagy kettő, vagy három. Ez igaz, de nem lehetetlen. Tehát, hogy azért látunk már olyat, hogy gyerekkel valaki tudott új fészket rakni, és létrejöttek tök jó patchwork, mozaik családok. De az, hogy miattad nem lett új párkapcsolatom, tehát, hogy nincs. Tehát az van, hogy az lenne az igaz mondás, hogy én nem tudtam megbirkózni ezzel a helyzettel, vagy én nem kellettem gyerekkel, vagy neked nehezebb volt nyilván elfogadni egy idegent, de hát ez az meg teljesen természetes, hogyha egy gyerek életébe jön egy idegen férfi, vagy egy idegen nő, hát nagyon ritkán rohan a karjaiba, hogy jaj, de jó, hogy itt vagy, tehát ott azért be kéne integrálni a gyereket, tehát bele kéne fésülni a gyereket a rendszerbe. De ez megint nem hangzik túl szépen, hogy miattad nem lett új párkapcsolatom, tehát ráverni a gyerekre azt, hogy miatta nem lett partnerkapcsolatom valakivel, ezt szintén elég gusztustalannak tartom. Miattad halt meg anyád, miattad halt meg apád, úgyhogy csodálatos, tehát ilyen sincsen. Miattad ivott anyád vagy apád, tehát ez is fantasztikus, tehát egy nagyon fontos, hogy ne higgyük el, hogy a szüleink miattunk ittak. Ez kurvára nem így működik. Tehát ha te ezt hallgattad egész gyerekkorodban, hogy miattam iszol, miattad iszom, mert te rossz vagy, neveletlen vagy, nem tanulsz jól, nem lehet téged elviselni, ez a felnőtt embernek a saját kezeletlen betegsége. Tehát ez nem így megy, hogy te hozol egy egyest az iskolából, na most akkor azért iszom, mert hoztál egy egyest, mert ugye láttad, hogy teljesen mindegy, milyen osztályzatot hoztál, apád vagy apád akkor is ivott, mindig volt valami. Ugye az alkoholbetegségnél nagyon sokszor van, hogy akkor van valami ürügy, mert front van, meg a munkahely, anyát fölidegesítette, mindig van valami külső ok, hogy fú, nekem most erre innom kell, ugye, mert így akarnak eltávolodni az érzéseikhez, így akarják levezetni a stresszt, ez a megküzdési mechanizmusuk. Ehhez a gyereknek lófasz köze nincsen. Tehát, hogy hát igen, apám azért ivott, mert azért vert, mert én nagyon nehéz gyerek voltam, és sokszor kiszöktem, meg fáraváztam, meg későn értem haza. Tehát ebből az A állításból nem következik a B állítás, hogy akkor apád jogosan vert és ivott, mert reagálhatott volna az meg másképp is. Érdekes, amikor másnak rossz jegyet hoz a gyereke, vagy fáramászik, vagy kiszökik, nem veri agyon, és nem lesz alkoholbeteg. Miért? Mert mondjuk az egy jó állapotú felnőtt. Tehát itt nem az van, hogy engem apám azért vert, mert én csináltam valamit. Ez egy kamu. Ez nem egy igaz állítás. Engem az apám azért vert, mert ő érzelmileg fogyatékos volt. Beteg volt, személyiségzavara volt, nem szedte a gyógyszert, szintén traumatizált gyerekkora volt. Ez az ő csomagja. Nem az enyém. Jó? Te csak, hogy tudd, hogy te nem csináltál semmi rosszat. Miattad nem lett testvéred? Hát szintén csodálatos, ugye? Mert annyira rossz gyerek voltál, hogy hát nem akartunk még egy ilyen rossz gyereket, mint te, és miattad nem lett testvéred, tehát innen üzenném minden szülőnek, akinek ez már elhagyta a száját, hogy a kurva anyját. Miattad halt meg a testvéred? Na,
Ezért mondjuk börtönt adnék minden szülőnek, aki ilyet mondott már a gyerekének. Miattad veszekedünk, vagy miattad veszekedtünk apáddal vagy anyáddal. Ez se igaz, mert van más út is, tehát vannak olyan felnőttek, akik nem ordibálnak, nem verik egymást, nem repül a tányér, hanem kulturáltan leülnek beszélgetni. Tehát ez sem igaz, hogy a gyerek miatt veszekedtünk meg állás nélkül. Persze már párszor lehet, de az ember egy életen keresztül ordibálni. Apád miattad vert engem is, na hát ezért is elpicsáznék néhány szülőt. Miattad ittunk, mert nem lehetett téged máshogy elviselni, ezt könyörgöm, ezt soha senki ne higgye el a szüleinek. Miattad nem tudtunk házat venni. Na, ezért is lesittelném a szülőket. Miattad halt meg a nagyi. Teljes nonsens. Miattad nem tudtunk szép temetést csinálni, ugye. Miattad lettem depressziós. Nagyon sok pszichiátriai beteg szülő a gyereken veri el a port, és a gyereket hibáztatja azért, mert hogy ő beteg lett. Ez szintén nem egy igaz állítás. Tehát ő azért lett beteg, mert a gyerekkori traumájával nem foglalkozott, és nem kért segítséget, és alkoholhoz nyúlt, meg szerekhez nyúlt, vagy túl gyógyszerezte magát, vagy nem szedte a gyógyszert, vagy bántalmazó lett, teljesen mindegy. Tehát kurvára nem a gyerek az oka annak, hogy a szülő depressziós lesz. Tehát ez nem így néz ki, hogy te szülsz egy egészséges, aranyos, életvidám, cuki, kapcsolódni vágyó gyereket, és akkor miattad lettem depressziós. Ez hogy jött ki ez a matek? Nem, te nem a gyerek miatt lettél depressziós. Kivéve szülés utáni depresszió, az teljesen rendben van, de az se a gyerek természetének szól, vagy karakterének szól, vagy személyiségének, akkor én is nagyon személyisége, csak valamiféle karakterisztikája. De az, hogy miattad lettem depressziós, ennek az állításnak nincsen értelme. Van olyan, hogy egy gyerekkel nehéz, de hát akkor több munkát kell a szülőnek saját magába tennie, meg a gyerekbe, de az, hogy miattad lettem depressziós, dehogy is. Tehát, hogy egy kisgyereknek a viselkedése, az nem lehet oka arra, hogy akkor egy felnőtt ember attól lesz depressziós. Tehát akkor saját magát kéne gatyába ráznia, hogy több erőforrása legyen, meg több tartaléka legyen, hogy a gyerekkel tudjon kapcsolódni. És én aláírom, hogy gyerek és gyerek közt van különbség. Én is láttam különbséget mindenféle korosztályban. Van olyan gyerek, akinek úgymond egyszerű természete van. Csöndben van, eljátszik, elbabázik, simulékony, ilyen kis cica, jaj, nagyon aranyos, persze, az kurva könnyű szeretni. És vannak olyan gyerekek, akinek elég hardcore természettel jönnek a világra, hogy ebből picit húzósabb, kicsit többet rohangál, kicsit erősebb, kicsit jobban akarja érvényesíteni az akaratát, többet kellemetlenkedik, úgymond. Tehát én vannak különböző természetű gyerekek, én ezt aláírom, de hogy hát ez benne van a pakliba, tehát hogy ez nem lehet elvárás, hogy megszüljük a néma szőke göndör angyalkát, aki egy életen keresztül csak nagy lencsi baba szemekkel néz a szoba sarkából, és csak játszik. Tehát benne van a pakliba, az egy gyerek elvetemült lesz. Teljesen más lesz a habitusa, mint a szülőjé. Tehát van mondjuk egy ilyen lassú, békés, lomha szülő, az megszüli a hiperaktivitás királyát, érted? Fölmegy a karnisra, kiúrik az ablakon, iskolába verekszik, nem tudom. Biztos, hogy azzal nehéz, de hogy nem lehet a gyerek a kiváltó oka annak, hogy a szülő depressziós lesz, hanem itt az történik, hogy a szülőnek nincs elég eszköze, nincs elég eszköztára, hogy megbirkozzon az adott helyzettel, és mondjuk több minőségi időt tudjon a gyerekkel tölteni, vagy fejlesztésre vigye a gyereket, ugye érdemes pici kortól a gyereket mindenféle ilyen fejlesztésekre, tornákra, mozgás, beszéd, logopédus, gyógypedagógus, tehát amit a gyerek igényel, zene, mit tudom én, hogy vinni, fejleszteni a gyerkőcöt, hogy az ott áll a szülő, hogy a jó Istenem, most mit csinálja. Tehát vannak különböző karakterisztikával megáldott gyerekek, tehát én ezt láttam, tudom, tapasztaltam, teljesen oké, de hogy a gyerek az mindig egy okozat. Tehát nincs az, hogy a gyerek tényleg csinál valamit, folyamatosan rossz jegyeket kap, és akkor a szülő kikészül, meg fölvágja az ereit, meg piál, azért, mert te rosszul tanulsz. Szóval nekem így nem jön ki nagyon ez az egyenlet. Miattad voltunk szegények, ugye ez is egy nagyon szép mondat, mintha tényleg a gyerek miatt lennének, vagy ott cseszték el volna a pénzt. Miattad születed meg a testvéred, mert te akartál babázni. Na hát ez is egy gyönyörű mondat. Miattad mentem abortuszra. Hó, gyönyörű.
Tehát, hogy van, hogy ugye nagyon sok kisgyerek szeretne testvért. Ez így általában elő szokott fordulni a családban, hogy a gyerek így rájön, hogy egyedül van, meg másnak van tesója, látja a bölcsibe, óviba, és akkor hazamegy, és akkor így megkérdezi a szülőket, hogy karácsonyra kaphatna egy kis testvért, ezt így intéznék-e neki. És akkor erre jön X-féle válasz, és hát az egyik legusztustalanabb az az, amikor azt mondják, hogy a gyerek miatt lett, vagy nem lett. Mert hogy ez igazából nem a gyerek miatt van, ez megint két felnőtt ember döntése, sőt általában inkább nőnek a döntése, hogy ez a gyerek nem gyerek témát, mégiscsak az ő testében történik. Hogy mennyivel egyenesebb lenne azt mondani, hogy hát figyelj ide, a második becsúszott, nem akartuk, de ha már így alakult, vagy azt mondani, hogy hát, igazából nem akartunk még egy gyereket. De hogy azért született meg a testvéred, mert te babázni akartál, meg szerettél babázni, ezzel egy akkora terhet teszünk a másikra, mintha ő lenne a felelős azért, hogy én, mint felnőtt nő, hoztam egy döntést. Tehát itt megint nem jön ki az egyenlet, hogy egy gyerek nem lehet azért felelős, hogy egy felnőtt milyen döntést hoz. Ez egy nonsens, vagy ő férjem mondaná nonsense. Miattad mentem abortuszra, meg kurva élet. Azért nem vittünk edzésre, mert lusta voltál, és nem akartál menni. Valamelyik nap a zárt csoportomban így felmerült az egyik anyuka részéről, hogy hát most így pontatlanul fogom idézni, hogy hát vigye edzésre a gyereket, vagy nem, mert hát gyereket semmi nem érdekli, semmi nem köti le, meg mit tudom én. Hogy ez nem opció, hogy vigyem a gyereket edzésre, vagy nem, a gyereknek mozognia kell, pont. Ez nem olyan, hogy át kell gondolni. Mozogjon, nem, de bazd meg. Ez olyan, mint hogy enni kell a gyereknek, meg oxigén kell neki, meg víz, az egy mozgás. Ha a gyerek nem mozog, egyszerűen nem fejlődik ki úgy az idegrendszere, nem kapcsolódnak úgy össze a, nem tudom, szinapszisok az agyába. Tehát így nagyon durva maradandó károkat lehet okozni, testileg, lelkileg, agyilag, hormonálisan, mindenhogy a gyerek életében, ha a szülő nem mozgatja. Tudom, hogy ez kellemetlen, meg pénzidő, energia, de hát bazd meg, akkor nem kell gyereket szülni, érte. Tehát, hogy vinni kell a gyereket. Az egy ilyen dolog, hogy ott szirénázik otthon, meg rohangál, az el kell vinni edzésre. De van, hogy az iskolákban van edzés, mit tudom én, ingyenesen, meg vannak tornaórák, nem tudom milyen minőségűek. De ugye a gyereknek, Vekerd is mondott, vagy nem tudom melyik gyerekpszichológus, aki nálam nyilván sokkal okosabb volt, hogy a gyerek ugye azért rohangál gyerekkorában, mert kell neki az oxigén, mert nő az agya. Tehát, hogy a gyerek az óvodában, bölcsibe óvodában látod, de bazd meg, egész nap rohangálnak a gyerekek, azért rohangál, bazd, nő az agya, tök jó. És a gyerek nem mozog, nem tud fejlődni. Tehát amikor egy szülő azon lamentál, hogy vigye el a gyerekét edzésre, vagy nem, akkor én üzenem neki, hogy taka edzésre. Meg kell találni azt, hogy a gyerekhez milyen sportág való. Vannak ilyen napok, az a nevük, hogy nagy sportág választó, de szinte minden kerületben, vagy nem tudom, minden városban van, ki lehet választani, milyen sport illik a gyerekhez, és nem kérdés, hogy a gyereknek mozognia kell hetente legalább háromszor. Plusz menjen el, focizzon, meg kosárlabdázzon a kis barátaival, meg mászonfára, essen le, keljen föl. Tehát, hogy kell, hogy aktívan mozogjon a gyerek. És én elhiszem, hogy a tablet meg a mobiltelefon nagyon jó babysitterek, de hogy én igazából eléggé haragszom azokra a szülőkre, akik így akarják megúszni a gyereknevelést, hogy akkor nem tudom, éveken keresztül hajnal ötig ül a számítógép előtt a gyerek, és játszik a nem tudom mivel, lövöldözős játékkal. Hát azt szerintem nyugodtan ássuk el azt a gyereket, mint teljesen retardált lesz, bazd meg, mire belép a tinédzserkorban, nem tud kifejlődni az agya rendesen. Tehát, hogy nem mobil, nem tablet, nem számítógép, taka ki a természetbe, menj sportolni, hetente háromszor, négyszer eljártál focizni, egy órát játszatsz a telefonomon. Jó, ezért ma nyugodtan lincseljetek meg kommentbe, örömmel vállalom, és akkor még nem készítettem külön videót, hogy mennyi számomra a helyes képernyőidő mennyiség. Na, következő. Azért nem puszilgattalak, mert kiskorodban egyszer letörölted. Légy szíves, ezt se higgyétek el, tehát van rengeteg olyan szülő, aki, mint már mondtam, nem szereti a gyerekét, és mivel nem szereti a gyerekét, ezért nem ölelgeti és nem puszilgatja, de klasszik, narcisztikus dinamika, ugye ráveri a gyerekre a mártír balhét, hogy hát én próbálkoztam, de te, hát téged nem lehetett szeretni, te folyton elutasítottál, én nem kellettem neked. Jó, tisztázzuk, narcisztikus szülő, 10 év terápia, de az nem igaz, hogy valaki azért nem kapott szeretetet, mert letörölte a puszit. Puszi, bazd meg, nyálas. Érted? Gyereknek az első reakciója, valaki megpuszigatja, letörli. Nem azért törli le, mert egy telibe vert köcsög, aki nem akarja, hogy kapcsolódjanak hozzá, azért törli, bazd meg, mert nyálas. De ezt felhasználni kártyaként a gyerek ellen. Én egyszer megpróbáltalak megpuszilni 3 évesen, letörölted, soha többet nem puszíltalak meg.
Az igaz válasz az lenne, azért nem puszilgattalak soha, mert nem szerettelek, bazd meg. Csak hát ez nyilván narcisztikusan nem fogja kimondani. Jó? Azért nem foglalkoztam veled, mert folyton üvöltöttél és idegesítettél. Én elhiszem, hogy vannak olyan pici babák, akik nagyon sokat sírnak, meg nagyon idegesítőek, ugye, szirénázó burgonya, amikor a világra jön, de az egy okozat. Az valamiért üvölt, meg valamiért sír, hogy nem tud máshogy kommunikálni, hanem jelzést ad a kisbaba, és a szülőnek rá kéne tudni hangolódni, hogy rájöjjön, hogy miért ordibál egész nap a gyerek, mert az nem egy normál állapot, hogy nem tudom én, 5 éves koráig 0-24-ben üvölt egy gyerek, hát ott valami biztosan nincs rendben, mert azért kellene, hogy néha mosolyogjon, nevessen, játszon, boldog legyen, ilyesmi. De az, hogy a gyerek sokat sírt, tehát hogy sokat jelzett, és ez idegesítette a szülőt, tudom, hogy idegesítő, kurva idegesítő, tisztában vagyok vele, úgyhogy nem is vagyok anyuka, de tudom, hogy idegesítő. Ez olyan, mint a mentőautó, meg a rendőrautó, hogy ugye szirénáznak a városban. Kurva idegesítő, azért idegesítő, vedd észre, azt menjél arrébb, hogy el tudjon férni. Ilyen izé, hárfazenét játszana, tudod, meg ilyen lantmuzsikát, meg ilyen szivárványos izéket, akkor senki nem figyelne oda. Tehát a gyereknek is, a csecsemőnek is az az eszköze, hogy üvölt. És sírás és sírás között óriási különbség van, tehát ahhoz, hogy a szülő tudja, hogy miért sír a gyereke, erről már csináltam ilyen szülő lebaszós videót, mert azt nagyon szeretitek, ahhoz a szülőnek jó kell lennie, tehát hogy tisztában kell lennie a saját érzéseivel, szükségleteivel, kell, hogy legyen egy megdolgozott lelke, mert még én is hallom, mi a különbség a csecsemő sírás között, tehát amikor fáj a hasa, amikor egyedül van a gyerek és szorong, van, amikor éhes, szomjas, tehát hogy különböző sírások vannak. És hogy a gyerek az nem azért sír, hogy fölbassza a szülőt, tehát neki nem ez a feltett szándéka, kiköhögöm magam. Na. Bocs mindenkitől, aki mizofóniás, az most szerintem megőrült. Tehát a gyereknek nem az a feltett szándéka, hogy idegesítse a szülőt, hanem az, hogy kielégüljenek a szükségletei, és ezért jelez a szülőnek. Jó? Azért vertünk, hogy ember legyen belőled, ugye jön ez a verés témakör, amikor ugye le van gyártva egy ideológia, hogy miért vertünk téged, és egy végtelen számú. Azért vertünk, mert azt akartuk, hogy jobb eredményei legyenek, hogy jobb sportoló legyél, hogy férfit neveljünk belőled. Azért vertünk, mert te szomjaztad, szinte kérted, mert más nem lehetett veled, csokolom, ebből semmit ne tessék elhinni, az igaz válasz az lenne, azért vertünk, mert érzelmileg fogyatékos, beteg emberek voltunk, és így vezettem le az agressziómat, mert gyenge voltam, gyáva, és debil, tehát, hogy ez lenne a valóság. De az, hogy azért vertelek, mert te ezt így kimondatlanul szomjaztad, tehát, hogy egyetlen gyerek se úgy jön a világra, hogy jaj, kett, verjetek, végre valaki megüt. Tehát ez mindennek az ellentéte, a gyerek az kapcsolódni akar. Szelid érintés, simogatás és puszilgatás kell neki, ahhoz, hogy normálisan tudjon fejlődni. A verés az kurvára nem kell a gyereknek, mert attól pont, hogy nem fog normálisan fejlődni, mert olyan lesz, mint a tévé, amit folyton ütögetsz, és egy idő után elromlik, és már csak így be fog zizegni. Tehát, hogy az egyik legrosszabb dolog, nagyon sok rossz dolog van, amit egy gyerekkel csinálni lehet, de hogy de folyamatosan, erősen, tartósan verni a gyereket, azért ez nem egy jó buli, és hogy nincs olyan, hogy a kisgyerek ennek az okozója. Annyira rossz voltál már 2 évesen, tudod, a 2 éves, de kurva rossz, érted? Maximum ilyen dackorszaka kezdődik, vagy nem tudom, kicsit próbálgatja a szárnyai, de pici gyereket agyonverni, de egy nagyobb gyereket is, egy 10-15 évesen. Én tudom, hogy nehéz a tinikkel, de hogy az nem megoldás, hogy hetente 3-szor agyonverünk egy tinédzsert, mert akkor ugye mehetünk látogatni a pszichiátriára hülye szülei miatt. Jó? Kiprovokáltad a verést. Igen, olyan rossz gyerek voltál, muszáj megverni. Szexuális rész, apád, nagyapád, nagybátyád, bárki ugye a rokonságban, környezetben azért molesztál téged kislánykorodtól kezdve, mert már akkor ilyen kis kurva voltál, és úgy öltözködtél. És röhögsz, bazd meg, van ilyen. Tehát, hogy ezt van, hogy mondják szülők, hogy az áldozat tehet a molesztálásról.
Ugye ezt már tudjuk 2024-ben, hogy az öltözködésnek semmi köze nincsen a szexuális abúzushoz. Ez az abúzátorról szól, tehát ez arról szól, aki elköveti ezt a fajta bántalmazást, molesztálást, hogy ez az ő kezeletlen betegsége. És teljesen mindegy, hogy hány éves a lány, milyen ruhákat vesz föl, sminkel, nem sminkel, mackónadrágba jár, vagy kivágott ruhákba, ennek semmi köze nincsen a molesztáláshoz, hanem ez az elkövetőnek az elméjében történik, ez az ő betegsége, de ilyen nincsen, hogy egy 4-5 éves kislány kiprovokálja az apjától, de olyan sincs, hogy 14-15 éves kislány így kiprovokálja, hogy így az apja másszon rá, tehát hogy ez így nem egy igaz állítás, az igaz állítás az, hogy figyelt, az apád az egy állat volt, tehát hogy bocs, hogy nem váltam meg korábban, és nem tudom, nem kötöttem fel a kert végébe, vagy nem hívtam a rendőrséget, de hogy ilyen nincsen, hogy te kihívóan viselkedtél már gyerekkorodban. Illetve még valami zárójeles megjegyzés, hogy érdemes odafigyelni, ha a kisgyerek, gyerek, kiskamasz, kamasz elkezd kihívóan viselkedni. Mert ilyen van, és általában ez akkor van, amikor őt már érte szexuális abúzus. Tehát erről van egy külön videóm, nem mondom el még egyszer, azt hiszem az a cím, hogy hogyan lehet felismerni azt, hogyha a gyerekedet molesztálták, és ugye van az, hogy zárkózott lesz, rémálmai lesznek éjszaka, már nem beszél, elmegy a jó kedve, elkezd nagyon furcsa dolgokat rajzolni, másmilyen játékokat kezd el játszani, és van a másik oldal, hogy túl szexualizált viselkedése lesz, tehát átjönnek haverok, barátok, és a lány gyereked, vagy a fiú gyereked elkezd mindenkihez oda dörgölözni, és elkezdi magát kelletni. Na, arra kurvára érdemes odafigyelni, hogy hopp, akkor itt a gyerekkel valami nem stimmel, és akkor érdemes fölkeresni. Gyerekpszichológus, gyerekpszichiáter, plusz a szülőknek is érdemes elmenni családsegítőbe, családterápiára, hogy ott valami nem kóser. Tehát mindig, amikor a gyerek viselkedésébe beáll valami változás, az egy jelzés, hogy hoppot, lehet, hogy valami történt, amiről nem tud a szülő bölcsibe, óvodába, környezetbe. Jó van? Suliba. Apád azért leskelődött, amikor fülöttél, mert te provokáltad ki, kelletted magad állandóan. Ez volt az utolsó, amit felírtam. Tehát hogy ez is ugyanaz, hogy ebből is elég sokat hallok, hogy apuka leskelődik, amikor a lánygyerek fürdik. És megint visszatérve, nem tudom, az előző videóra, hogy akkor anyukának kötelessége azonnal fellépni. Tehát ilyen nincsen, hogy apuka mindig véletlenül akkor nyit be, amikor fürdik a kisebb, nagyobb lánygyerek, mindegy, hogy hány éves. Mindig akkor hagy benn véletlenül valamit, mindig így akkor nézelődik, amikor így fürdik a lánygyerek. Ez nem jöhet szóba, tehát amikor, de egy fiúgyerek is. Tehát amikor a gyerek már nagyobb, és fürdik, akkor egyedül fürdik, ha már tud egyedül fürdeni, nem a 3 hónapos csecsemőről beszélek, de hogy tényleg, amikor egy kicsit nagyobb a gyerek, akkor ő egyedül fürdik. Jó? Tehát nincs olyan, hogy nem tudom, 14, 15, 16, 17 éves lány, és akkor apuka bemegy, és megmossa a hátát, meg ilyesmi. Jó, ezt kurva gyorsan felejtsük el, tehát, hogy ez nem fér bele egyáltalán. Meg nem fér bele a leskelődésre soha. Anyuka részéről se, mert hogy nem csak apából van ilyen, hanem anyukából is van ilyen, hogy itt egész egyszerűen megint ki kell állni a gyerekért, és észre kell venni, hogy itt mi történik, és ennek megint nem lehet a gyerek az oka. Tehát nincs ilyen mondás, hogy te provokáltad ki az apádat, hogy kukkoljon, érted, hogy ez teljesen életszerűtlen. Jó, reggelig tudtam volna még írni példákat, nem akartam, mert már unom, érted, hogy már én is annyit hallottam, ebből már fasz ki van. Tehát az a lényeg, hogy amikor te már nagyobb vagy, akár 10 éves, úgy örülnék, ha 10 évesek is néznék a videóimban, de Nyugger Klub vagyunk. Tehát ha 10 évesek, 20 évesek nézik ezt a videót, és mondjuk még mindig egy ilyen családban vannak benne, és napi szinten hallják azt, hogy de miattad, meg te vagy a hibás, meg hogy a mi kapcsolatunk miattad azért történt, hogy meg te azt csináltad, hogy akkor ne hidd el. Jó? Tehát hogy ez a szüleidnek az érzelmi fogyatékossága, és nem a tiéd, tehát hogy nagyon sok mindent rá akarnak verni, sok esetben a szülők a gyerekre, tehát általában egy szülő az elbaszott életét, azt nagyon szeretné elverni a gyereken,
miattad nem lett belőlem semmi, miattad nem építettem karriert, miattad maradt, miattad lettem háztartásbeli, miattad tört ketté az életem, miattad adtam fel a szabadságomat, hát faszom, kikérte, bazd meg, érted? Kértem, tehát ott jelentkeztem, hogy meg lett volna lehetőséget folytatni, hagyjál már. Tehát, hogy ezek a miattad mondatok, ezekkel tudod, én nem, ezekkel én nem vagyok jóba, meg ezt én így nem használom. Visszafelé lehet használni a gyereknek a szülőre, az teljesen rendben van. Tehát az, hogy a gyerek azt mondja, hogy miattad kerültem a pszichiátriára, az itt teljesen okés állítás, mert a gyerek az a kicsi, a gyerek az az okozat, de nem, a, nem az ok. És persze a felnőtt, érzelmileg fogyatékos szülőnek, és volt egy bántalmazott gyerekkora, meg debil szülei, de itt sajnos belép a képbe az, hogy az egyén felelőssége. Tehát, hogy nem lehet azt mondani, jaj, nekem is rossz gyerekkorom volt, hát bocs, hogy akkor neked is az lett. Az én anyám is hülye volt, én is hülye voltam, hát én is hülye neveltelek téged. Tehát, hogy meg kell állítani ezt a transzgenerációs foscunamit, hogy nem mehet tovább a gyerekbe. És ez nem egy ütőkártya. Jaj, hát engem is vertek a szüleim, hát azért vertünk mi is téged, mert hát engem is vertek. Én értem, hogy téged vertek, de neked az lett volna a kötelességed, hogy dolgozzál magadon, és ne vidd tovább a bántalmazást. Tehát elhiszem, hogy nagyon sok bántalmazott felnőtt van, és nekik gyerekük lesz, de nekik egyetlen egy dolguk van, hogy ne legyenek már bántalmazók. Onnantól kezdve nem nagyon tudják elbaszni. Tehát, hogy ez egy feladat, amikor valaki bevállal egy gyereket, és ez egy, az esetek nagy részében azért ez egy döntés kérdése, ugye, hogy megtartom a gyereket, vagy nem, azért ez általában föltűnik egy nőnek, hogy várandós, vagy nem várandós, vannak kivételek, senkit nem akarok bántani, de hogy ezt így el lehet dönteni, hogy vállalom, vagy nem vállalom. Vagy akkor már megvan a gyerek, vagy nem tudom, későn vette észre, akármi. Jó, hát akkor felelős vagyok érte, és etikai kötelességem jó bánni vele. Már csináltam erről videót, nem kell szeretni a gyereket, ha nem jön a szeretet. A szeretet az vagy van, bazd meg, vagy nincs, de köteles vagy jó bánni a gyerekkel. Én soha nem fogom azt mondani, hogy köteles vagy szeretni a gyerekedet. Abszolút nem. Nehéz természetű, ki nem állhatod, falra mászol tőle, felőlem ne szeresd, de köteles vagy annak a gyereknek minden erőforrásodat átadni. És köteles vagy nem bántalmazó szülővé válni. Azt leszarom, hogy te közben belül mit érzel. Tehát, hogy az feladat és az kötelessége a szülőnek, hogy szárnyakat növesszen a gyereknek, és mindent megadjon ahhoz, hogy ez a gyerek boldog, egészséges és jó állapotú felnőtt lehessen. Ez etika, ez nem érzelem. Ez kötelesség. Az, hogy te belül sokkal jobban szereted a másik gyerekedet, a lőtéri kutyát nem érdekli. Szeresd bazd meg jobban, de ne legyen megkülönböztetés, ne legyen bezzegelés, bezzeg a nővéred, jaj, te meg csak. Etikáról beszélünk, viselkedésről, erkölcsről beszélünk, kötelességről beszélünk. Nem érdekel a szeretet. Luxus. Nagyon ritka dolog a szeretet. De az etika az az, hogy én hogy bánok a másikkal, és ezért bazd meg felelős vagy. Jó? Örülök, hogy megint ki lett osztva mindenki, úgyhogy puszi, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!